Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Jelölt állítás, kampány. Méregetik az indulókat a Pécsi 15-ös választókerületben. Gazdaképző program Szentlőrincen. Élményszerű bemutatók a mezőgép napokon. Oltottak, mentettek a baranyai tűzoltók. 10 riasztásuk volt a lánglovagoknak. Rapul az idő. Geszti koncert a Káptalan kertben. A legerősebb kihívónak tartják a jobb oldalon a függetlenként indult jelöltet, mondja a Pécsi Fidesz önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba szerint a több pártot is megjárt, az országos politikában is belekóstolt jelölt középről vinne el szavazatokat, illetve a Tisza párt szimpatizánsait akarja megszólítani. Elindult a jelöltállítás és a kampány is augusztus 3-án a Pécsi 15-ös választókerületben, ahol időközi voksolást tartanak. A Fidesz önkormányzati képviselője már azt is tudja, ki lesz a legerősebb kihívója jelöltjüknek. Az Európa Parlamenti választás júniusban átírta országosan is és városi szinten is az erőviszonyokat. Jól látható az, hogy miközben egy nagy tömb a Fidesz, a kereszténydemokraták és lokálpatrióta civilek közösen Kővári Jánost indítják a Kertváros megyeri részét összefogó 15-ös számú egyéni választókörzetben, addig úgy néz ki, hogy a fő kihívó pedig Körömi Attila független jelölt lesz. Körömi már évtizedek óta benne van a politikában, így sokan ismerik őt, mondja Barkóczi Csaba. Ugyan ő most párt színektől semlegesen kíván indulni, de jól látható az, hogy alapvetően a középen állók, illetve a Tisza párt támogatóinak a megszólítását célozta meg, és fontosnak tartjuk azt elmondani, és arra felhívni a pécsiek figyelmét, hogy Kővári János egy biztos pont a város életébe, az ő megválasztása stabilitást hoz a közgyűlés számára, Körömi Attila pedig egyfajta bizonytalanságot, instabilitást. Ezért ajánlják a Polgári Szövetség jelöltjét, mondja a képviselő. Körömi Attila politikai pályafutása 1990-ig nyúlik vissza. Pécsen önkormányzati képviselő volt, az akkori Fidesz tagjaként a parlamentbe is bejutott. Majd független lett 2004-től, belépett a Jobbikba, hogy aztán 2006-ban visszavonuljon. 2017-ben visszatért a politikába, a Momentum elnökségét tagja is volt, végül 2021-ben kilépett onnan egy belső konfliktus miatt. Gazdaképzést tartottak a Szentlőrinci mezőgépnapok második napján. A talajnövényrendszer működését és megfelelő működtetését bemutató gazdaképző program a szabadtéri kiállítás egyik olyan látványossága volt, amelynek során ismert és elismert szakembereivel találkozhattak az érdeklődők. Az élményszerű és szemléletes módon gyakorlati példák segítségével megtartott ismertetők mellett szakmai konzultációra is lehetőség nyílt a Szentlőrinci mezőgépnapok második napján. Győrvári Márk, a Baranyavár Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a mai elektronikus világban a számítógépen meg lehet keresni a föld bármely vásárját, de az nem lesz olyan soha, mintha valóságban megérinteni az ember a gépeket, eszközöket, és interaktív módon részt vehet egy szakmai képzésben. Igen, nem lehet megérinteni, nem lehet meghallgatni az igazi zaját, amikor elindítják a motort, nem lehet megérezni az illatát, és így tovább. Hát ezeket helyszínen kell látni, úgyhogy ezzel senki nem tud versenyezni. És éppen ezért jönnek a kiállítók is, mert a technológia olyan gyorsan megy, olyan gyorsan robog, hogy úgy győzzük utolérni. Ehhez jutnak el a képzés is. Tehát, hogy megismerjék azokat a dolgokat, hogy mire kell fölkészülni. Változik a világ, tehát nem csak gépek, az egész világ, a mikro-makrogazdaság is minden változik. A klímáról is beszéljünk, hogy ott hogy változik, de ezekre megint fel kell készülni, és ez így gyorsult fel a technológia megint. És ezek, ha valaki nem követi ezeket, akkor nem tud lépést tartani, akkor le fog maradni. Le fog maradni pénzbe, technikában, technológiában, mindenben, tehát nem tud versenyben maradni, mert minden versenyről szól egyébként. Fontos egy ilyen vásár megrendezése. A szakemberek találkozhatnak a konkurenciával, kicserélhetik tapasztalataikat, és sokat tanulhatnak egymástól, tette hozzá az elnök. A kétnapos bemutatónak van egy új színfoltja is, tájékoztatott Rittlinger József, a NAK Baranyavár megyei szervezetének elnöke. A talajtan, ahol épp ezelőtt állunk, itt nagyon sokan voltak, nagyon sokan érdeklődtek, ez teljesen egy újfajta dimenzió a gazdálkodóknak, más szemszögből közelíti meg a gazdálkodásukat. A
Az inkubátorházban volt a kisállattenyésztőknek egy szakmai fórum, máma lesz a gazdaképző, amit az Alpavillonban 10:30-kor fog kezdődni. A mai nap is várjuk a gazdálkodókat, hát most még a kezdet van nagyon, de én úgy látom azért az időnek ellenére kicsit csöpörög. Lehet, hogy azért fognak még többen jönni, vagy kevesebben, ezt nem tudhatjuk, de én úgy gondolom összességében már most egy eredményes napot zárhatnánk, vagy zárunk. Én megköszönöm a kiállítóknak tényleg, hogy itt minden évben, ez most már itt 5. alkalommal kifáradnak, a baranyai gazdatársadalomnak meg tudják mutatni az innovációt, az újdonságokat, a lehetőségeket, a gazdálkodóknak ezzel élni is kell tudni, meg éljenek is vele, hogy megismerjék ezeket, mert ez elősegíti a gazdálkodásukat, nagyobb profitra tudnak akkor szertelni. Ezáltal minden biztonságosabb is, és a talajszerkezet megőrzésével is ebbe az irányba mutat, tette hozzá Rittlinger József. A hagyományőrző agrárprogramot immár 5. éve a Baranya vármegyei vállalkozói központ rendezi meg Szentlőrincen. Rövid híreink következnek. Az idei Siklósi Várfesztivált augusztus 9-e és 11-e között tartják meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezők most is minden korosztályra gondoltak. A Siklósi Várban és környezetében lesznek lovagi tornák, felvonulás, hagyományőrző programok, fegyverbemutató és solymászbemutató, csatajelentek is. Mivel a szervezők tudják, hogy sokan érkeznek Pécsről a programokra, a vármegye székhelyre külön buszjáratot indítanak. A fesztiváljáratok szombaton és vasárnap is elérhetőek lesznek, ezekre a jegyeket korlátozott számban a jegypénztárakban lehet megvásárolni az adott napon éjfélig. A buszok hajnali 1 órakor indulnak a siklósi Lidl parkolóból Pécsre. Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom az egész ország területére. Ez azt jelenti, hogy az erdő területeken, a fásításokban és ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon is tilos tüzet gyújtani. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a parlag és a gazégetés is. Idén eddig már több mint 500 alkalommal vonultak ki a tűzoltók külterületi tűzhöz. Égő autó, járműből kiszakadt motor, lezuhant tűzoltó. Csak 3 eset, amikhez riasztották a baranyai tűzoltókat szerdán. A megye több pontján kellett beavatkozniuk a lánglovagoknak. A tüzek, balesetek azonban nem követeltek emberéletet a vármegyében sehol. 2 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez vonultak a Baranya vármegyei tűzoltók szerdán. Égő autó oldalára borult teherautó, ehhez az esethez a mohácsi tűzoltókat riasztották. 2 személyautó és egy kis teherautókat szállító kamion ütközött össze szerdán az 57-es úton Láncsók közelében. A baleset következtében a kamion az oldalára borult, egy személyautó pedig kigyulladt. A mohácsi hivatásos tűzoltók 2 habosított sugár segítségével oltották el a teljes terjedelmében égő autót, emellett átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. Mindegyik járműben egyedül utazott a sofőr, kettejüket könnyű sérülésekkel kórházba szállították. A vármegye másik részén a növényi égetés adott munkát a lánglovagoknak. A szigetvári hivatásos tűzoltókat azután riasztották, hogy egy férfi növényi hulladékot égetett a telkén, ez pedig tovább terjedt, nem tudta megakadályozni. A tűzoltók oltották el a közel 1000 négyzetméteren égő lángokat, 40-50 cm magas fű égett. Súlyos károkat okozó balesetnél kellett beavatkozniuk a pécsi egységeknek az M60-ason. Pécs térségében az M60-as úton egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, ennek következtében annak motorja, illetve az első futóműve is kiszakadt. A pécsi hivatásos tűzoltók a kifolyt motorolajat, illetve hűtőfolyadékot itatták fel, más tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. A járműben utazók nem sérültek meg, nem úgy, mint az a siklóernyős, akihez villányból érkezett a segítség. Felszállást követően 2-3 méter magasból zuhant le egy siklóernyős szerda délelőtt a Szársomjón. A villányhivatásos tűzoltók siettek a segítségére, ellátták a sérülését, majd lekísérték a mentőhöz. Saját lábán jött le a hegyről a siklóernyős, de információink szerint az egyik csuklója eltört. Ezt rögzítették a helyszínen, majd kórházba szállították a pórul járt sportolót. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
Tűz keletkezett egy pécsi sórházban az Ady Endre utcában csütörtökön reggel. Az épület egyik lakásában egy szekrénysor gyulladt meg, kis terjedelemben égett. A pécsi hivatásos tűzoltók egy gázpalackot kihoztak az épületből, és eloltották a lángokat. A tűzoltását a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az egységek utómunkálatokat végeztek. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján. Hozzátették, a települések mérési idősorai változatos tendenciát mutatnak, stagnálás figyelhető meg 11 helyszínen. Emelkedés Miskolcon, Szegeden és Szekszárdon látható, míg csökkenés 8 helyen, Békéscsabán Budapest központi szennyvíztisztító telepének ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Székesfehérváron, Szombathelyen és Tatabányán tapasztaltak. A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest központi és déli részén, valamint Szegeden, Pécsen, Debrecenben, Miskolcon és Szekszárdon az emelkedett, Salgótarjánban, Egerben, Nyíregyházán, Szolnokon, Békéscsabán, Tatabányán, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Budapest északi telepén, a mérsékelt máshol az alacsony tartományba esik. Rapul az idő címmel Geszti Péter örvendeztette meg a pécsi közönséget nemrég a Káptalan kertben. A koncert turné pécsi állomásán részben a közönség által kedvelt régebbi dalok, részben pedig a mostani szerzői előadói életében fontos számok repertoárja szerepelt. A koncertből egy rövid ízelítőt mutatunk be a következő percekben. A rapper elmondta, csak a közönség kedvéért szokott nosztalgiázni. Régi dalait ritkán hallgatja, azonban fontos számára a közönség érzésvilága, és természetes számára, hogy a korábbi dalai is megszólalnak a koncerten. Az újak pedig a jelent mutatják, illetve a jövő felé tekintenek. Egy olyan mixbe raktuk ezt össze, ami szerintem nagyon szórakoztató lesz, legalábbis eddig az derült ki az eddigi turnéállomásokon, hogy jól működik. És... idén hoztunk magunkkal még egy zenész, egyre bővül a zenekar. Molnár Matyi nevű kollégánk szállt be, aki egy csodálatos ütőhangszeres, és ő még, hogy mondjam, még dinamikusabbá tudja tenni a táncos dalainkat, ami igazából ezt a bulit jellemzi. Ahogy szoktuk mondani, ez egy ilyen uptempós buli, az azt jelenti, hogy nem játszunk benne lassú dalt. Közepes tempó van egy-kettő, de lassút nem, hanem bizony ez végig buli. És hát ezek a tarhonya érlelő forróságok, amikben most így élünk ebben a egyre klímaválságos a világban, ezek nem csak nekünk adnak feladatot a színpadon, én értelemben fitness szempontból, hanem a közönséget is, hát szóval nem szoktuk hagyni, hogy üldögéljenek. A fénytechnika, a látvány nagyon különleges volt, ugyanis minden dalhoz készült egy vizuális háttér. Geszti Péter azt is elmondta, ő nem hisz abban, hogy nagyon vibrálónak kell lenni egy koncertnek. Abba hiszek, hogy jó hangulatonak kell lenni. Jó hangulatot azt a közönséggel és a zenészekkel együtt lehet megteremteni. Az mindig az egymásra hangolódásról szól, a közös hullámhoz megkereséséről, megtalálásáról, meg arról, hogy én abban hiszek, hogy akik eljönnek az én koncertjeimre, azok nem csak szórakozni is akarnak, és mindig azt szoktam gondolni, hogy majd remélem boldogabban mennek haza, mint hogy idejöttek. Tehát magyarul, hogy nem abban hiszek, hogy még 500 lámpát föl kell rakni, hanem abban, hogy valahogy mindennek megfelelő arányban kell jelen lenni, és nekem magamnak, mint egyfajta, ha úgy tetszik, MC-nek, Master of Ceremony, kell az egészet jól moderálnom, és valahogy úgy vezetni, meg úgy rappelni benne, hogy megfeleljek a zenei elvárásoknak is, meg egy kicsit a show hívője is legyek. A turnésorozat pécsi állomása nem okozott csalódást senkinek. A koncert a megszokott várt sikert aratta. A két órás buli ismételhetetlen örömet hozott közönségének a Káptalan kertben Pécsen. A Rapül az idő címmel adott koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk. Magyarországon jelenleg országos tűzgyújtási tilalomban életben, mivel megnövekedett a szabadtéri tüzek kockázata. Eközben a szárazság miatt az észak-macedóniai erdőket lángok pusztítják. A balkáni állam segítségére szekszári tűzoltók is kivonultak. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság arra kéri az embereket, hogy lehetőség szerint a szabadban sehol se gyújtsanak tüzet, mivel egy szikra elegendő ahhoz, hogy nagy kiterjedésű lángok keletkezzenek. Ez lehet akár belterületen is előfordulhat, az ingatlanok közelében a zöld hulladék égetését is ilyenkor lehetőség szerint mellőzzük, és amint
hallhattuk és értesülhettünk róla, Tolnavármegye tűzoltó is nagyon gyakran vonulnak ilyen jellegű tűzesetekhez. Idén már, tehát 2024-ben már 103 szabadtéri tűzesethez vonultak hazánkban, mintegy 61 hektárnyi területen pusztítottak a lángok, ez nagyságrendileg 87 focipályányi területnek felel meg, és 187 tűzoltó szert kellett már ezekhez a tüzekhez riasztani. A hőség és a szárazság miatt nem csak Magyarországon nőtt meg a szabadtéri tüzek kockázata, hanem az egész Balkán-félszigeten is. Az Észak-Macedón köztársaság területén komoly erdőtüzek pusztítanak, amelyek megfékezéséhez a balkáni állam nemzetközi segítséget kért. A Magyar Katasztrófa Védelem a kérésre haladéktalanul reagált, július 31-én egy 46 főből és 13 járműből álló tűzoltó csapatot ajánlott fel. Erdőtűzoltó fecskendők, vízszárító járművek, csapatszárító és drónszárító járművekkel a fedélzeten indult útnak a 17. kerületi Ferihegyi úti raktárbázisból a csapat még augusztus 1-én. Rövidesen meg is érkeztek Skopjébe a fővárosba, ahol az Észak-Macedón védelmi és mentési igazgatóság által meghatározott területeken avatkoznak majd be ezek a különleges egységek. Ők a folyamatos munkavégzés érdekében természetesen sátrakat, fektetőanyagokat és ellátmányt is vittek magukkal, tehát ilyen szinten abszolút önállóan képesek beavatkozni. És ehhez a csapathoz három szexuális hivatásos tűzoltó is csatlakozott, név szerint ő pedig Janher Attila Zsolt tűzoltó őrnagy, Visnyei Adorján Zsolt főtűzőrmester, valamint Kosaras Máté tűzoltó őrmester azok, akik még ezt a csapat, ezeket a munkákat segítik. Tolnavármegyében a hétvége során több településre is kivonultak a hivatásos tűzoltó egységek. Mucsira augusztus 7-én vonultak ki a délelőtti órákban. A felvételre egy időben, augusztus 7-én pedig Mucsi külterületén pusztítanak a lángok, szintén egy erdősávban veszélyben. Tolnavármegye tűzoltói kint a helyszínen találhatók meg, és most is nagy erőkkel küzdenek a tüzek megfékezésében. Augusztus 3-án Koppányszántó külterületén egy 20 hektáros területen égett búzatarló, ami a mellette lévő erdősávot veszélyeztette. A dombovári hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Csak úgy, mint egész Európában, Magyarországon is egyre nő a szamárköhögéses esetek száma. Mik a legfontosabb tudnivalók a betegséggel kapcsolatban, és vajon beszélhetünk-e járványról? Erről kérdeztük dr. Barna Györgyi, tolnai házi orvost. A szamárköhögés egy bakteriális fertőzés, mely hurutos tünetekkel, lázzal és elnyújtott görcsös köhögéssel jár. Nálunk nagyon könnyű a helyzetünk, mivel mi oltjuk a szamát, tehát mi ezt az oltóanyagot már 2 hónaposan elkezdjük adni. Tehát a csecsemőket 2-3-4 hónapos korban alapimmunizáljuk, és akkor utána még erre rájön, az iskolai oltás keretében a 6-osok oltása, amikor megismételjük ezt az oltást, tehát viszonylag jó immunitást tudunk elérni a gyerekeknél, ami néhány évig tart, tehát az azt jelenti, hogy már felnőtt korban nem. Magyarországon a legtöbb eset szórványosan fordul elő, országos járványról nem lehet beszélni. Hogyha mondjuk akár idősebb vagy immunhiányos betegről van szó, vagy ne adj Isten daganatos beteg, tehát a felnőtteknél ezek a csoportok, akik fokozottan veszélyeztetettek. Tehát itt azért nincs garancia arra, hogy akár rossz vége is lehet a dolognak, de alapjában véve, ha bárki elkapja, aki nem nincs oltva, az valószínűleg, mivel ugye ez egy bakteriális betegség, tehát antibiotikumot adunk, és tüneti szereket, akkor nagyon valószínű, hogy meggyógyul szépen. Az esetszámok inkább külföldön magasabbak. A nyári időszakban sokan utaznak, ők nagyobb eséllyel kaphatnak el különböző betegségeket. Megmondom őszintén, mi nem láttunk, mi nem találkoztunk még vele, de mondom, hát a mi populációnk azért az oltva van. És most én úgy látom, hogy egy picikét fel is kapták ezt a témát a médiában. Úgy nagyon sokat utaznak most az emberek. Nyár van, szabadság van, mindenki utazik, nyaral, tehát nagyon nagy az esélye annak, hogy különböző betegségeket összeszednek. És messze utaznak, tehát nem csak Magyarországon, külföldi utak. Úgyhogy az esélye megvan. Jelenleg a szamárköhögés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a szakemberek folyamatosan monitorozzák. Az elmúlt időszak tartós hőségesen befolyásolta a Balaton vizét, amelyben az algák sem szaporodtak el. A fürdőzők így jó vízminőséggel találkozhatnak a Magyar-tengernél.
A vízminőség egyik legfontosabb meghatározója az algák mennyisége, mondta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembere. Nem is alga számot, hanem a pigmentjének a koncentrációját határozzuk meg. Az úgynevezett áklorofil koncentráció jelent egy olyan határértéket, amelyet, hogyha túllép az algák mennyisége, és itt van még egy olyan kitétel, hogy nem mindegy, hogy milyen alga szaporodik el, amennyiben cianobaktériumok vannak jelen, akkor okozhatnak vízminőségi problémát. Hogyha számokról akarunk beszélni, akkor az egészségügyi világszervezetnek a határértéke az 75 mikrogram per liter áklorofil koncentráció. Jelenleg a keszthelyi szigligeti medence területén ilyen 20-30 mikrogram per körüli értékek vannak, itt a Siófoki medencében pedig körülbelül 10 mikrogram per liter az áklorofil koncentrációja. Jó vízminőséggel találkozhatnak idén a fürdőzők a Balatonnál. Mint a szakember elmondta, az algák elszaporodását az befolyásolja, hogy mennyi szervetlen növényi tápelem, elsősorban foszfor áll rendelkezésre. Amennyiben egy adott tóba foszfor kerül, akkor minden körülmény adott az algák számára, hogy elszaporodjanak. Amennyiben tápanyag nem áll rendelkezésükre, annyiban nem tudnak elszaporodni. Tipikusan más nyarakra is jellemző fajok vannak most is jelen. Amit igazából tapasztalhatunk az az, hogy amennyiben nagyon sok szélcsendes, meleg, kánikula nap van, akkor lokális algavirágzások előfordulhatnak, de igazából az idei évben még nem nagyon tapasztaltunk ilyen jelenséget. A kánikula ugyan önmagában megadja a lehetőséget, hogy elszaporodjanak az algák egy-egy adott vízben, de ez csak akkor fordul elő, ha elegendő tápanyag áll rendelkezésükre. Az elmúlt időszak tartós hősége azonban nem befolyásolta negatívan a magyar tenger vízminőségét. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Jelölt állítás, kampány. Méregetik az indulókat a Pécsi 15-ös választókerületben. Gazdaképző program Szentlőrincen. Élményszerű bemutatók a mezőgép napokon. Oltottak, mentettek a baranyai tűzoltók. 10 riasztásuk volt a lánglovagoknak. Rapul az idő. Geszti koncert a Káptalan kertben. Pénteken már több napsütésre számíthatunk. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok elsősorban helyenként a Dunától keletre, valamint néhol a nyugati határ közelében fordulhatnak elő. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Délelőtt 22 és 29, délután 30-35 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!